Különleges madarak, hüllők, kétéltűek és rovarok élőhelyeit mentik meg a térségben. A Hortobágyi Nemzeti Park igazgatóságának projektje kállósemjéni és beregdaróci tavakat is érint a megyében. Hogy mivel igyekeznek javítani ezeket az élőhelyeket, megtudhatják adásunkból. Mindenek előtt azonban lássuk, mivel foglalkozunk még a mai 35 percben. Jó estét kívánok! A nyár veszélyei, védjük bőrünket a napégéstől. Idei megtermés, a minőség nem lesz rossz, de a mennyiséggel már baj lehet. Vizes élőhelyek rehabilitációja, beregi és nyírségi lápokat is rendbe tesznek. Jócskán 30 fok fölé emelkedett a hőmérséklet az elmúlt napokban. Nem csak meleg volt, az UV-sugárzás mértéke is az egekbe szökött. Ilyenkor akár 15 perc alatt le lehet égni a tűző napon. Elengedhetetlen tehát a megfelelő fényvédelem, ha nem akarunk kellemetlen meglepetéseket napozás után. Ha pedig valamelyik strandra vesszük az irányt, jó tudni, más veszélyek is leselkednek ott ránk. A szemölcsöket és a különféle gombafertőzéseket is könnyebb elkapni ebben a közegben. Vendégünk a stúdióban dr. Beleznai Gyöngyike, bőrgyógyász szakorvos. Jó estét kívánok, szervusz Gyöngyike. Szia. Nem hiszem, hogy nagyon kell manapság hangsúlyozni, hogy a napégés az igenis kockázatos és veszélyes, bár 20-30 évvel ezelőtt ez még olyan furcsa kérdésnek számított. Milyen következményekkel jár, hogyha megégünk egy napozás során? Nagyon szerteágazó a kockázata a napégésnek, tehát a legjobb elkerülni, és egyre többet kell azért tennünk, hogy ne égjünk meg a napon. Könnyebb megégni most, mint 30 éve. Az öregedéstől a bőrrákig nagyon sok minden kellemetlen vagy borzasztó szövődménye lehet a napégésnek. Mindenkit elér az, hogy szárazabb, öregebb lesz a bőre, nagyon sok esztétikai problémát hoz létre a napégés. És amiről leginkább beszélnünk kell, az a különböző típusú bőrrákok megjelenése, amelyeknek az első számú forszírozó tényezője a napégés. Különböző típusú bőrrákok vannak, nem mindegyik borzasztóan kockázatos, de rák. Viszont a világ összes rák típusa közül a legagresszívebb a melanóma, ez a legkockázatosabb bőrrák, szintén a napozással függ össze. Melyik az a bőrtípus, vagy kik azok, akik különösen veszélyeztetettek ebben a tekintetben? A világos bőrűek azok, akiknek sok anyajegye van, azok, akik már többször megégtek, különösen, ha gyerekkorukban égtek meg, mindenképpen veszélyeztetettek. Vannak olyan betegcsoportok, akik valamilyen gyógyszert rendszeresen szednek, és ez fényérzékenyít. Nekik is még fokozottabban ügyelni kell a fényvédelemre, mert borzasztó hólyagos napégéseket kaphatnak, akár egy májusi kellemes első napon. Tehát mindenkinek sokkal jobban kell óvakodni, de vannak olyan kockázatos csoportok, akiknek meg különösen. Hogyan tudunk védekezni? Leginkább a tűzőnap elkerülése lenne a lényeges. Tehát ma már nem divat az, hogy csokibarnák legyünk, nem muszáj egy ötnapos nyaralásról úgy hazajönni, hogy demonstráljuk már messziről a barnaságunkkal, hogy hol voltunk. Hosszú távon tudni kell, hogy a bőr nem felejt, tehát minél kevesebb tűzőnap éri a bőrünket, annál inkább örülni fogunk majd idősebb korunkban, és gyakorlatilag a tűzőnapot, a déli napsütést kerülni kell, bármikor, ha kimegyünk a napra, ma már az év 12 hónapjában célszerű fényvédőt használni, de mostanság mindenképpen. Ezek szerint nem csak akkor, ha strandolni, nyaralni megyünk, hanem akár egy szürke hétköznapon, igen, ha kimegyünk, igen, az utcára. Igen, igen, ma már akár a monitorok fényét is bizonyos szintű kockázatnak írják le, de nyilván, hogy mitől lesz majd pettyes a készfejünk 60 éves korunkra, vagy mitől lesz ráncosabb az arcunk, azt is a tűzőnap csinálja, akkor is, ha novemberben sétálunk kint. Persze nyáron, tavasszal, őszelején meg tényleg nagyon-nagyon fontos a fényvédelemre ügyelni, arra, hogy hány faktoros fényvédőt használunk, milyen típusút használunk, milyen gyakorisággal használjuk. Mi történik, hogyha mégis valami bőrpír jelentkezik, tehát valamennyire mégiscsak megégünk? Nyilván legjobb elkerülni, ha érzékenyé válik a bőr, bőrpír jelentkezik, netán erősebb hámlás, akkor nyilván az elsők között a hűtés javasolt a bőr felszínen.
tehát már ne legyen az adott egyén a napon, hűtse a bőrét, és különböző bőrnyugtató hatóanyagú készítményeket használhat. Elsősorban a patikákban érdemes erről érdeklődni. Azt fontos tudni, hogy vannak olyan nagy évtizedes márkanevek, amelyek valószínűleg mindenkinek eszébe jutnak, hogy mi merülhet fel, mit használjunk ilyenkor. Ezek egy része fényérzékenyít, tehát érdemes tájékozódni, hogy ezt biztonsággal tudjuk használni nyáron, akár egy csípésre, akár egy égésre, vagy sem. Mi az, ami ma korszerű jó alternatíva? Hogyha mégis megégünk, akkor mennyi szünetet kell tartani az újabb napozásig? Hát úgy gondolom, hogy amíg meg nem nyugszik a bőr, amíg teljesen panaszmentessé nem válik, addig mindenképp javasolt elkerülni a tűzőnapot. Nagyon sok szövődménye tud lenni magának az adott eseti napégésnek is, de annak is, hogyha azt az érzékeny bőrt utána megint csak tűzőnap éri. Ha nem is mindig a bőrrák, de az öregségi foltok, a májfoltok, a felnőttkori vagy időskori szemölcsök, amelyek majd 50-60 évesen kellemetlen tennivalókat jelentenek az adott egyének, azok mind ilyenkor alapozódnak meg gyakorlatilag. Akinek az átlagnál több anyajegye van, annak kell-e jobban figyelni? Kell, ez is egy strigula a rizikótényezők között, mint ahogy a világos bőr, az érzékeny bőr, a családban előforduló bőrrák, a sok anyajegy is egy ilyen rizikótényező. Mindenkinek javasol, de több rizikótényezővel élő embernek különösen legalább évente egyszer a melanóma szűrés, ami az anyajegyek átvizsgálását jelenti. Ez akár egy kézi dermatoszkóppal, akár egy őrületesen korszerű fotofinder rendszerrel, ami egy mesterséges intelligenciát is felvonultat a eszköztárban történhet, mindenképpen egy nagyon jó biztonságot jelent, ha évente bőrgyógyász szakorvos megnézi az anyajegyeket. És emellett persze nem lehet azt sem kizárni, hogy ez egy szerencsénk van, mert a bőrfelszínen láthatóak ezek az elváltozások, tehát az egyén otthon vagy a családtag szintén figyelmeztethet, ha valamilyen változást észlel. A túlzott napozástól meg is szaporodhatnak ezek az anyajegyek, tehát több keletkezhet a bőrön? Igen, mindenképpen, tehát mindenki észleli, aki sokat napozik, hogy új anyajegyek megjelennek. Ez nem feltétlenül kóros, különösen fiatal felnőtt korig ez lehet egy normális jelenség, de mindenképpen több anyajegye lesz. Illetve ha széles értelemben használjuk ezt a szót, hogy anyajegy, akkor gyakorlatilag a szeplőket, az öregségi foltokat, a keratózisokat, szaru növedékeket, szintén a köznyelv anyajegynek nevezi, ezek mind szaporodnak a tűzőnap hatására. Nem csak a napégés, hanem egyéb, akár bakteriális vagy vírusos fertőzések is érhetnek bennünket strandon, ami a bőrön meg tud jelenni. Mik ezek? Igen, gyakorlatilag gyakrabban észlelhetünk például bőrfelszínen gombás fertőzéseket, nem is csak a strand miatt, ahol nyilván megint csak felázik a bőr, de az izzadás miatt is. Tehát ha valaki azt észleli, hogy a mellkasán vagy a hátán le nem barnuló, világos, nem egyforma színű foltok jelentkeznek, ez általában gombás hátterű. Jól kezelhető, azt kell róla tudni, érdemes kezelni, mert néhány nap alatt megkezelhető, és eltűnnek a foltok. Megint csak a víz közelsége, az izzadás segít abban, hogy vírusos szemölcsöket is elkaphasson könnyebben bárki. Ezeknek is nagyon sok válfaja van. Érdemes elmenni orvoshoz vele, nyilván leginkább bőrgyógyászhoz, mert célzottan, hamar, hatékonyan kezelhetők. Ha nem célzottan kezeljük, akár mellé nyúlhatunk, akár nem is szemölcsről van szó, akár nem is gombáról van szó az adott esetben. Tehát érdemes beazonosítani, és akkor hatékonyan lehet vele haladni. Na, akkor ezek után hogyan érdemes elindulnunk nyaralni vagy strandolni? Mi legyen nálunk, és mire figyeljünk? Hát fényvédő mindenképpen. Fényvédőből szerintem én legalábbis többet viszek, mint fehérneműből. Tehát legyen annyi, hogy bőven elég legyen. Azt tudni kell, hogy egy kis tubus fényvédőnek egy kis család vagy egy házaspár számára el kellene fogyni egy hétvégén, ha strandol. Tehát viszonylag sokszor kell pótolni, viszonylag vastagon kell kenni, hogy azt a fényvédelmet biztosítsa, ami rá van írva. Ez általában nem történik meg, de tehát akkor 2-3 óránként jó lenne újra kenni. Hány faktoros legyen ez a fényvédő, vagy vihetünk belőle többet, hogy mondjuk az elején, amíg még edzetlenek vagyunk, akkor mondjuk 50-est akár, és akkor később ezt lehet csökkenteni? Hát nyilván attól is függ, hogy milyen bőrtípusú egyénről van szó, illetve attól is függ, hogy hova ment nyaralni.
Szerintem nem túlzás az 50 faktor, amellett is le fog valamennyit barnulni, és akkor persze visszatérhetünk, hogy eleve már nem is az a cél, hogy nagyon barna legyen valaki. Tehát ha csak egyet visz, vagy egyfélét, akkor 50 faktoros javasolnék. Nyilván egy 30 faktoros fényvédelem is nem jelenti azt, hogy csak a 60%-a védelmet jelenti. Az is egészen jól használható, de mindenképpen legyen kenni. Igen. Gyakrabban kell kenni, hamarabb bekövetkezhet mellette napégés, de akár az 50 faktoros mellett is le lehet égni, tehát akkor is kell azért óvakodni. Oké, napozás után akkor mi legyen otthon? Hát napozás utáni testápoló például a legjobb, úgyis kennénk valamit, akkor legyen nyugtató hatású. Dr. Breznai Gyöngyike, köszönjük szépen ezeket a fontos tanácsokat. Én köszönöm. Elfogadhatatlannak tartják a megytermelők, hogy a felvásárlók a tavalyi ár csupán felét kínálják az idei termésért. Ha nem sikerül egyességre jutniuk a feleknek, még az is előfordulhat, hogy sok helyen betakarítatlan marad a gyümölcs. Bár a megy esetében a folyamat nagy részét gépek végzik el, több gyümölcsnél és zöldségnél közben az jelent gondot, hogy nincs elég idénymunkás, aki leszedné a termést. A termelők az automatizálás mellett több módon próbálják orvosolni a problémát. Még jócskán kell érni a nagy cserkeszi megynek. Igaz, a felvételek már másfél hete készültek, azóta azért már vörösödtek a szemek. Nem csak itt országszerte késésben van a gyümölcsérése. Ez már a termelőket összefogó idén 20 éves Penta Família szövetkezett telephelye a Szabolcsi településen. Június közepén egy péntek délután több mint 50 szakember gyűlt itt össze, hogy megbeszéljék az ágazat helyzetét és problémáit. Itt kérdeztük a szövetkezet elnökét, milyen termésre és árakra számíthatunk idén. Idén mik a kilátások, az időjárás mennyire nehezítette meg a gazdálkodók dolgát? Most azért nem lehetett hallani olyan súlyos fagyokról, ami elvitte volna a termést. Így van, a mi térségünkben nem is a fagyok miatt aggódtunk. A fagyok után egy bővirágzás következett, és ebből még akár egy nagy termés is lehetett volna. Azonban a virágzáskor nagyon szeles, hidegesős, csapadékos idő volt, ami azt eredményezte, hogy nagyon rosszul, gyengén kötöttek a gyümölcsök. Ebből mi következhet, mennyi és milyen termésre számíthatunk ebben az évben? A termés minőségével kapcsolatban problémák egyelőre nem látszódnak, a mennyiség azonban körülbelül a fele lesz a tavainak, holott tavaly sem volt egy rekord nagy mennyiségű termésünk egyébként. Mikor érkezik egyébként a betakarítás? A betakarítás sajnos várhatóan körülbelül két héttel, tehát egy 10-15 nappal később fog érkezni, mint általában, tehát június hónapban nem is biztos, hogy fogunk tudni ipari medgyet betakarítani, csak július elején, de ez minden növény esetében, térségünkben is és egész Európában jellemző. Az idejében az elsődleges probléma, és amiért ez a rendezvény is létrejött, az az, hogy a feldolgozók sajnos vételi ajánlatként a tavalyi árnak a felét kínálják a gyümölcsért, ami egy elfogadhatatlan az idei szituációt figyelembe véve, akár a termésmennyiséget, akár a idei várható költségeket. Jellemzően milyen termékek készülnek a megyből? A magyar megyből Európában döntő többségében a magazott negybefőt készül, amit frissen is és süteményekhez is nagyon kedvelnek a európai fogyasztók. Most még a tavalyi megyből készült termékek sorakoznak az üzletek polcain. Ezek 4-5%-kal drágábbak, mint egy évvel ezelőtt. Ennek az árnak ugyanakkor csupán ötödét teszi ki az alapanyagára, ezért is tartják elfogadhatatlanak a termelők, hogy ilyen kevés pénzt kínálnak nekik a felvásárlók. A fontos szabályozása jövőre nézve az, hogy a kiskereskedelmek az árését, vagy az árés képzését valahogy jogszabály keretek közé sorolják, mert így elfogynak a termelők, nem lesz rentábilis a termelés, ha ez így marad. Hogyan alakult az elmúlt években a kilónkénti ár, és most azért milyen kilátások vannak? Az elmúlt két évben a nettó értékesítés árunk 220 és 260 forint között alakult. Az idévre egy minimális árat ajánlottak meg, 100-120 forintos nettó árat a feldolgozók, ami elfogadhatatlan, tehát ezen az áron biztosan nem kezdjük meg a betakarítást idén. A normális vagy minimum ár vagy fájdalomküszöb azt egy 250 forintos nettó ár lenne idén is, ami egyúttal azt is jelenti, hogy a fogyasztóknak ez nem okoz többletterhet, tehát emiatt nem fog nőni a megybefőtt ára a boltokban. A helyzet, hogyha nem sikerül megegyezni, akkor nem történik meg a betakarítás? Akár még ez is előfordulhat, hiszen egyszerűen nem éri meg megcsinálni a munkát. Gyümölcslé, lekvár, csak kettő a megyből készülő termékek közül. A nagycserkeszi termés jelentős része a megyében működő 4 nagy konzervgyárhoz kerül, 15-20%-a pedig külföldre. Egyik legnagyobb felvásárlója helyben a Nyíregyházi és Tyúkhodi feldolgozó,
amelyeknek tavasszal lett új tulajdonosa. A nyíregyházi konzervgyárat februárban, a tyúkodi szatmári konzervgyárat pedig márciusban vettük meg. A két konzervgyár az annyiban különbözik egymástól, egyrésztről a lokáció meghatározza őket. A nyíregyházi egy kicsit közelebb esik azokhoz a termőterületekhez, amik a szántóföldhez, csemegek, kukoricához, zöldborsóhoz vannak közel. A tevékenységének nagyobb része tartozik e közé a két növény köré. Ez a tevékenység ez egy kicsit jobban automatizálható, gyáriasítható. A tyúkodi szatmári konzervgyárban szintén erős a kukorica és zöldborsó feldolgozás, azonban emellett sokkal jelentősebb például a megy, vagy pedig a csemege uborka feldolgozás is. Nekünk ugye fontosak azok a munkavállalók, akik a saját munkavállalóink, azok a típusú termékek, amiket tyúkodon dolgozunk föl, talán egy kicsit manuálisabbak, a helyi munkaerő elérhetősége az jobb, mint Nyíregyházán található. A termelőknél a legfontosabb választás az, hogy profi termelőkkel tudjunk együtt dolgozni. A profi alatt azt értem, hogy ez egy közös kooperáció. Jellemzően régóta dolgozunk együtt azokkal a termelőkkel, akikkel dolgozunk. Mi tudunk arra számítani, hogy a megfelelő minőségű és volumenű nyersanyagot biztosítják számunkra, amiből mi utána a termékeinket el tudjuk készíteni. Ezek a termékek milyen piacokon jelennek meg, hiszen azért itt a hazai boltokban ismerősek mind a kettő konzervgyárnak a termékei, külföldi piacokra eljutnak-e ezek a termékek? Természetesen, sőt, mind a két konzervgyár az elsősorban exportpiacokra értékesít, nagyságrendileg az árbevételünknek a 70-75%-a megy külföldre, ezen belül is a német piac, ami jelentős. Ha termékeken belül próbálunk megszegmentálni, különösen a csemege kukorica, a zöldborsó és a megy azok a termékek, amik elsősorban a nyugat-európai piacokra készülnek. Mennyiben nehezíti ezt a folyamatot azért a bő egy éve tartó koronavírus járvány, hiszen azért itt az országok közti átjárás sok területen visszavetette vagy nehezítette ez a járvány. Itt az értékesítésben ez mennyire jelent gondot? Ha a kérdés úgy tevődik föl, hogy új piacra betörés és új vevők találása, az természetesen nehezebb lett. Nem tudunk annyit utazni, nem tudunk annyit találkozni a vevőkkel, nincsenek olyan kiállítások, vásárok, amik ezt lehetővé tennék. Mindamellett pont a mi saját iparágunkra a vírus nem volt negatív hatással. Ugye mindenki tapasztalta egy évvel ezelőtt márciusban, alapvetően a konzerveket kerestük a boltokban. Ez nem hozott negatív hatást a konzervgyárak számára. De most vissza a betakarításhoz. Sok gyümölcs és zöldség esetében jelent gondot, hogy nincs elég munkás kéz, ami leszedni a termést. A mezőgazdaságban évről évre egyre súlyosabb munkaerőhiány tapasztalható. A növekedés.hu cikke szerint még 15-20 évvel ezelőtt még bővelkedtek az olcsó munkaerőben, most alig van napszámos és idénymunkás, aki betakarítaná a zöldséget és a gyümölcsöt. Az okok nagyon összetettek és részben ágazattól vagy agráriumtól teljesen függetlenek. Olyan társadalmi kérdések, amelyre ágazaton belül vagy agráriumon belül nem lehet megtalálni a válaszokat. Ha visszaidézzük a múltat, akkor nagyjából azt lehet mondani, hogy egy olyan 2010-ig minden rendbe ment, bőséggel állt rendelkezésre Magyarországon munkaerő, és relatíve olcsó volt a hazai munkaerő, így igen erősen versenyképesek voltunk az európai piacon, az élő munkaigényes ágazatokban. 2008-2009-ben jött a pénzügyi és gazdasági világválság, és azt tapasztaltuk, hogy akkor nagyon sokan, több százezren elhagyták az országot, és Nyugat-Európa felé vették az irányt. A magasabb bérek reményében. Ez nagyon jelentősen sújtotta, én azt gondolom, az összes nemzetgazdasági ágazatot, benne az agráriumot és a kertészeti vállalkozásokat is. A kertészeti vállalkozásoknak azért fáj különösen a munkaerőhiány, mert rettentően munkaigényes ágazatokról van szó. Még bizonyos ágazatokban totálisan gépesítve, gyakorlatilag kézi munka, emberi munka nélkül el lehet végezni a munkákat,
addig a zöldséggyümölcs ágazatban a munkaműveletek többségénél nem váltható ki az élő munka. Így nekünk az, hogy nem áll elegendő munkaerő rendelkezésre, különösen fáj. Hát az egyik ok vélhetően a pénzügyi-gazdasági világválság után a 2010 körül kezdődött gazdasági kivándorlás, de van szerepe ebben a társadalom részbeni öregedésének is, van szerepe annak, hogy megváltoznak a társadalmi szokások, a fiatalok számára már nem vonzó az agrárium és a kertészeti termelés, a kertészeti vállalkozásokban döntően 50-60 éves és annál idősebb munkaerő dolgozik. Tehát a munkaerő elvándorlása, a társadalom előregedése, a társadalmi szokások változása együttesen az okai annak, hogy jelen pillanatban gyakorlatilag minden évben, amikor jó termésünk van, nagyon jelentős élő munkahiánnyal küzdünk. Mi nyújthatna megoldást erre a problémára? Gondolom összességében nem elegendő az, hogy nagyobb pénzt kínálnak a idén munkásoknak. Mi az, ami esetleg a jövőben megoldhatná ezt a problémát? A munkabérek az utóbbi 8-10 évben minden évben 10-15%-kal emelkedtek, az utóbbi 5-6 évben gyakorlatilag megduplázódtak, tehát versenyzünk az élő munkáért a piacon. Minden vállalkozás, beleértve a nemzetgazdaság minden ágazatát versenyezik a munkaerőért. Van, aki többet, van, aki kevesebbet tud fizetni, de most már ott tartunk, hogy az építőipar vagy a vendéglátó szektor által kínált munkabérekkel nagyon nehezen tudjuk tartani a versenyt. Abban nem bízhatunk, hogy a következő 5 vagy 10 évben a jelenleginél jóval több munkaerő lesz, hogy többen akarnak majd kertészeti munkákra jelentkezni. Tehát olyan alternatíva, hogy abban bízunk, hogy több lesz a munkaerő, nincs. Egyetlen lehetőségünk van a termelés intenzifikálásával javítani az élő munkahatékonyságot, hiszen az intenzívebb termelési módok, intenzívebb ültetvények, hajtatott zöldségtermesztés nagyon jelentős részben javítják az élő munka felhasználását. Gépesítéssel, automatizálással ki kell váltanunk az élő munkát, továbbá ami még megoldásként, de nagyon szomorú megoldásként előttünk áll, az, hogy termelési szerkezetet váltunk, és az élő munka igényes ágazatokat egy vállalkozáson belül csökkentjük, vagy netán megszüntetjük. Nagyon sok kertészeti vállalkozás próbálkozik azzal is, hogy a termelési szerkezetét átalakítja úgy, hogy a lehető leghosszabb időn keresztül, tavasztól őszig tudjon munkát biztosítani a munkaerőnek. Mondok egy példát, aki csak szamócát termel, az gyakorlatilag május-júniusban kb. 6-7-ig tud munkalehetőséget biztosítani. Az a munkaerő, aki még az agráriumban, egy kertészeti vállalkozásban akar dolgozni, nem 6 vagy 8 hétre akar elmenni dolgozni, hanem 6-8 hónapra, vagy akár egész évre. Így ezt a kultúrát ki kell egészíteni más olyan ágazatokkal, amelyeknek a csúcsmunkái egymás után következnek, így több hónapra, akár 6-8 hónapra is szétnyújtható az az időszak, amikor a munkaerőt foglalkoztatni tudjuk. Noha az automatizálás egyre elterjedtebb és sok növény esetében váltják ki gépekkel az élő munkaerőt, ez sem oldja meg mindig a problémát. Ma már a feldolgozóipari célra szánt medgyet csak és kizárólag géppel takarítjuk be, azonban már odáig is elérkeztünk, hogy a géphez sem tudunk elegendő munkaerőt, vagy csak nagyon nehezen tudunk elegendő megfelelő munkaerőt találni. Nem mindenki szeret fizikai munkát végezni 40 fokban gyümölcsösben, zárt kertben 12 órában minden nap. A munkaerő hiánya közvetlenül és közvetve évi nagyjából 50-80 milliárd forint kárt okoz a szektorban. Ennek mértéke idén várhatóan a 100 milliárd forinthoz közelít. A Fruit Web elnöke szerint a kevés dolgozó miatti önköltségnövekedés rövid távon nem érződik a piaci árakban, hosszabb távon azonban már igen. Itt könnyen lehet, hogy hiába jó a termés, egyre drágábban vásárolhatjuk meg a hazai zöldségeket és gyümölcsöket az áruházakban. Drasztikusan lecsökkent a vizes élőhelyek száma, a fennmaradók ökológiai állapota pedig az évek során erősen leromlott a Hortobágyi Nemzeti Park területén. Az igazgatóság ezért célul tűzte ki a tiszakürti Kis-Tisza komplex élőhely rehabilitációját, valamint a beregi és nyírségi területeken elhelyezkedő lápok vízpótló rendszereinek korszerűsítését. Az ezt szolgáló projektről a Nyírség Szatmár beregi rész tájegységvezetőjét kérdezzük a következő percekben. Üdvözlöm! Jó estét kívánok, üdvözlöm a kedves nézőket. Köszöntöm Habarics Bélát. Kezdjük talán azzal, hogy miért olyan fontos, hogy ezeket a lápokat életben tartsuk, kezeljük. Milyen szerepük van az ökológiai egyensúly megtartásában?
Érdemes kintről kezdeni ezt az egész történetet, hogyha nem konkrétan a beavatkozási területekre gondolunk, hanem magára a vizes élőhelyekre, és mondjuk azt is tudjuk, hogy mik a vizes élőhelyek, ugye ide tartoznak a szikes tavak, a láp és mocsárrétek, de ide tartoznak a nedvesebb, vizesebb erdők, a tölgykőri széliget erdők, fűzligetek, égerligetek, és ide tartoznak azok a Tisza melletti mentett oldali vagy közvetlen az árterületen található holtmedrek, amelyek egy része például szentély jellegű holtmeder. Ezek mind-mind olyan élőhelyek, amelyek nagyon érzékenyek a környezet változására. Olyan élőhelyek, olyan fajoknak az együttesét tartják fent, amelyek nagyon sérülékenyek. Az utóbbi időszakban gyakran tapasztalhatjuk laikus emberként is, hogy a változások az éghajlatban, a különböző természeti jelenségekben azok egy kicsit talán felgyorsultak. Ezeket mi szakemberek jól érzékeljük, jól látjuk, a fajok reagálnak rá mennyiségi változásokkal, különböző minőségi változásokkal, jelzik azt, hogy bajba vannak, ezért fontos a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságnak az, hogy ezeken az élőhelyeken megfelelő kezeléseket végezzen. Ez természetesen nem csak annyiból áll, hogy kitaláljuk, hogy most ezt kell csinálni, és akkor minden megoldódik. Ez egy nagyon gondos előkészítő munkaeredmény, egy monitoring munkaeredmény, amiben egyetemek, szakmai kutatócsoportok vesznek részt, amelyek felhívják a figyelmet a változások mienségére, gyorsaságára, megoldási lehetőségekre, és nekünk az a feladatunk, hogy megpróbáljuk pályázati úton, nyilván ezek nagy beruházások, tehát több pénzt igényelnek, pályázati úton előteremteni azokat a pénzösszegeket, amelyek lehetőséget biztosítanak arra, hogy ezek az élőhelyek, ezek a fajok hosszú távon megőrizhetőek legyenek. Mi a tétje annak, hogy ezek maradnak, vagy nem maradnak, vagy kipusztulnak ezek a fajok? Hogyha a konkrét élőhelyekről, ami most a pályázat keretében megújulnak, vagy élőhely fejlesztést végzünk, ha ezekre térjünk át, akkor mindjárt meg is tudom világítani. Ugye három helyszínről beszélünk, az egyik az Tiszakürt térségében, a Tisza mellett, teljesen más jellegű élőhely, mint a többi kettő. Gyakorlatilag a folyó mellett található vizes élőhely, aminek a vízpótlása, ez egy 4 hektáros területe, a vízpótlása, a vízzel való árasztása lenne az elsődleges cél, és nyilván egy mederkotrás is szerepel a pályázatban, ami a feliszapolódott mederrész eltávolítását tartalmazná. Ami a megyénkbe valósul meg, Kálósemmén vagy a Beregi térségbe, ők is eltérnek egymástól. Tehát ez a két láptípus, ez teljesen más jellegű. Kálósemmén egy kicsit olyan, mint a Bátorliget ősláp, egy buckaközi mélyedés, ami nagyon régen alakult ki, de a fenntartása, a megőrzésében a buckákon lévő erdőségek, a mikroklimatikus tényezők nagyon fontos szerepet játszottak, míg a beregiek, azok jégkorszaki maradványterületek, olyan folyóvölgyek, amelyek szintén a speciális mikroklíma miatt tudtak fennmaradni. És most akkor a kérdésre a válasz, itt olyan fajok, olyan élőhely együttes maradt fent, nagyjából 9000 év óta, ami nem csak, hogy hazánk területén nem fordul elő más, hanem az Európai Unióban is kifejezetten nagy értéket képvisel. Ezek közösségi jelentőségű, elsősorban helytülő élőlények, tehát növényekre gondolok, vidrafű, a különböző páfrányok közül, mondjuk a tőzeg páfrányt említeném, vagy a tőzeg áfonya, tőzegeper, vagy a gyapjusás, ezek mind olyan fajok, amelyek máshol nem fordulnak elő, hideg, kifejezetten hűvös mikroklímához kötődnek. Azért tudtak fennmaradni, mert a vízpótlása eddig megoldott volt ezeknek a területeknek. Most a változó környezeti feltételek hatására ez a vízpótlás csak mesterséges úton valósítható meg, ezen dolgozunk. Mi az, ami történni fog a projekt keretében? A projekt keretében a beregi részen és a nyírségi területeken is a régi vízpótló rendszernek a működését próbáljuk hatékonyabbá tenni, csővezetékeket, tehát nem természetvédelmi, műszaki jellegű beavatkozás történik a természeti értékek megóvása érdekében. Csővezetékeket cserélünk, kutakat, szivattyúkat újítunk fel, biztosítjuk azt, hogy esetleg egy üzemzavar esetén is
tudjuk azt a vízmennyiséget a lábra juttatni, ami szükséges a fennmaradásához. Nagyon fontos ez egy ilyen időszakban, nyáron, mikor 30-35 fokok vannak, nagyon gyorsan sérülékenyé válhatnak ezek a tőzegmohás lábok. Hogyha ezek a kutak elavultak, nem úgy működnek, nem annyi vizet termelnek ki, ez mind-mind veszélyeztető tényező. A feladatunk az, hogy a pályázat keretében, ami egyébként már el is indult, biztosítjuk ezeknek a műszaki tartalmaknak a meglétét, biztosítjuk azt, hogy ezt a felújítást olyan körülmények között, olyan módszerrel tudjuk elvégezni, hogy az későbbiekben egy jó pár évre vagy évtizedre tudja szavatolni számunkra a vízpótlás lehetőségét. Milyen forrásból jön létre ez a projekt? Ez egy KEHOP környezet és energia hatékonysági operatív program keretében jön létre ez a, vagy jött létre ez a pályázat. Nagyon fontos, hogy nem csak ez az egy pályázat érinti például a beregi lápokat, hanem az elmúlt évben például egy bemutatási infrastruktúra fejlesztést hajtottunk végre. Nem célunk, nem csak az öncél, hogy azok az élőhelyek, fajok fennmaradjanak, és ne lássa senki. Nekünk igenis nagyon fontos feladatunk, hogy bemutassuk az odaérkező embereknek, diákoknak, érdeklődőknek ezeket a területeket. Ennek keretében például egy palósor épült meg is, hogyha egy kicsit még visszább ugrunk az időbe, akkor egy másik pályázat keretében pedig a környező területek megvásárlásával, erdősítésével biztosítottuk azt, hogy az a mikroklimatikus körülmény az hosszú távon fenntartható legyen. Milyen összegről beszélünk itt a pályázatban? A pályázat egy 1 milliárd forint összköltségű pályázat. Ez látszólag soknak tűnik, de mint ahogy ön is említette, három helyszínen, három beavatkozási ponton történik olyan jellegű földmunkavégzés, különböző műszaki létesítmények cseréje, amely igen drága, ugye csővezetékeket fektetünk le, kutakat helyezünk át, új kutakat fúrunk, tehát ezek mind-mind jelentős költséggel járó beavatkozások. Mikor készül el és milyen vállalásokat tettek fenntartás kapcsán? Én nagyon bízom benne, hogy a pályázat az már az év vége felé olyan stádiumban lesz, egyébként 2022 közepéig kell elkészülni, de nagyon jó haladunk előre a munkába. Ez egy ütemezett, tervezett beavatkozás. Elkészültek most már a munkaterületek meg vannak tisztítva, gyakorlatilag a kutak telepítése, a csővezetékek telepítése zajlik, tehát jó ütemben haladunk előre, és nekünk a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság elsődleges feladata az, hogy ezeket jól üzemeltessük. Az üzemeltetés garantálja különböző olyan műszaki létesítmények telepítése, amelyek egyrészt automata rendszerek révén tájékoztatnak minket a kutak állapotáról, kitermelt víz mennyiségéről, stb. Tehát a mi feladatunk ezt követően a pályázat után az lesz, hogy az élőhelyeket megfelelő módon karbantartsuk, és a vízpótlást pedig a lápok igényeinek megfelelően koordináljuk. Habarits Béla, köszönjük szépen, hogy befáradtunk. Köszönöm szépen a lehetőséget. A 35 perccel legközelebb szerdán találkozhatnak, aznap bemutatkozik a Nyíregyházi Törvényszék új elnöke, itt lesz az egyetem rektora, akit a közelgő fenntartóváltásról is kérdezünk. Emellett a nyári táborokról és gyermekétkeztetésről is hallhatnak műsorunkban. Nézzenek minket akkor is, most pedig töltsék kellemesen az estét. Viszontlátásra!